Köszöntöm Önöket, a fogadóórát látják. A mai adásban Rákos Csaba 11-es számú választó körzetének eseményei lesznek a középpontban. A mai vendégem pedig dr. Füzesi Péter, a kerületrész önkormányzati képviselője. Üdvözlöm. Üdvözlöm én is, köszönöm a meghívást. Első témánk pedig az ősz beköszöntéhez kapcsolódik, hiszen hogyha az ősz beköszönt, akkor sokan tudják, hogy elindul a kerület egyik legnépszerűbb kezdeményezése, ugye a lomzsákosztás. Ez idén se volt másként, hiszen már lezajlott az önök kerület részében is. Hogyan sikerült? Igen, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és megválasztásomat követően én is egyből csatlakoztam ehhez, hiszen nagyon fontos, hogy az embereknek segítsünk abban, hogy minél környezettudatosabban éljenek, és mivel a falevél égetése az környezetszennyező, és tiltja is a kerület, ezért az FKF-től rendelhető lomzsákokba, hulladékgyűjtő zsákokba kell berakni ezeket a zöld hulladékokat. De sokan nem is tudtak erről azelőtt, hogy elkezdődött volna ez az önkormányzati kampány, ez a zsákosztás. Nagyon sok embert ezzel rá tudtunk vezetni arra, hogy tudatosan, környezettudatosan éljen, és nagyon sokan is élnek ezzel a lehetőséggel. Most is több mint 5000 zsákot osztottunk szét a Rákos Csabaiak között. Nagyon sokan eljöttek évről évre, egyre többen, és én ennek nagyon örülök, hiszen ez azt jelenti, hogy minél kevesebb égetés történik Rákos Csabán, és minél többen elkezdenek környezettudatos életet élni, legalább ezen a szinten. És sokaktól hallom, hogy ha elfogy nekik a zsák, akkor tényleg elmennek, és új zsákokat tudnak venni, és ezzel tényleg minimalizáljuk azt a környezeti terhelést, amit ezek az égetések okoznak. Ugye minden egyes alkalommal, amikor szoktunk beszélgetni, általában ki tudjuk emelni, hogy van egy-egy fontos kezdeményezés, ami mellé szokott állni, ez most sincs másként. Ugye iskola megóvás, illetve iskola szépítés szempontjából volt egy fontos kezdeményezés a Jókai Mór Református Általános Iskolában, ami mellé állt. Ezt miért tartottam fontosnak, és pontosan milyen módon vette ki ebből a részét? Igen, tavaly volt az első ilyen alkalom, most már a második volt, 2018-ban. Szerintem ez azért kiemelkedően fontos, mert az emberek általában kívülről válják a segítséget. Beszéltünk arról, hogy azok az intézmények, ahol laknak, vagy azok az utcák, ahol laknak közterek, szeretik, hogyha igazából önkormányzati, fővárosi vagy állami forrásból szépülnek ezek. De szerintem nagyon fontos az is, hogy az ember odafigyeljen a saját környezetére, ugyanúgy, mint az otthonában. És ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy eljönnek a szülők és a gyerekek, és odafigyeljenek a környezetükre, például az iskolájukba, ahol a napjuknak több mint a felét eltöltik a gyermekek. Nekem ez nagyon jó érzés volt, hogy csillogó szemű gyerekek fogták akár az ecseteket, vagy csiszolópapírt, és a kerítést szépítették, de volt olyan, aki például a virágokat ültetett, vagy festéssel szépítették ki az iskolának a belső falait, és olyan jó volt, hogy egy szülőgyermek kapcsolatból is, hogy együtt közösen tettek, hoztak létre eredményet, és abból az oktatói, pedagógiai szempontból is, hogy a gyerekek megtanulták azt, hogy igenis felelősséggel tartoznak a saját környezetükért, és én is most már második alkalommal, amint elkezdődött, már mellé álltam először, és most második alkalommal is ott voltunk Foszti Vadar alpolgármester úrral, Virág Mihály Rákos Csabai képviselőtársammal, és nagy örömünkre Hatvani Zoltán rákoskerti képviselő is ellátogatott, hiszen nagyon tetszett neki is ez a kezdeményezés. Magam is a bordás falak leszedlésében, szállításában, illetve a festésben is részt vettem. Örültem, hogy így a Rákos Csabaiak egy részével közösségben lehettem ez idő alatt is. Hogyha közösségi közlekedéssel folytatjuk, akkor ki kell emelnünk, hogy elkezdődött a Rákospatakot és Szilaspatakot összekötő kerékpárút, amelynek jelentős része érinti az ön körzetét is. Ez mekkora segítséget nyújtott majd a kerékpárral közlekedők számára? Szerintem ez nagyon fontos, hiszen a 16. kerületből már el lehet jutni a belváros felé biciklivel, és most megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a 17. kerületből a 16. kerületet érintve eljuthassanak az emberek a belvárosba. Ez nagyon fontos a Rákos Csabaiak részére, hiszen jó pár évvel ezelőtt itt a Rákos Csabán is a Rákos Patak mentén megépült a bicikliút, és nagyon népszerű, hihetetlen sokan veszik igénybe, sőt már szerintem probléma is az, hogy túl sokan vagyunk rajta, de ennek a megoldáson is már dolgozik az önkormányzat a főváros egyéb érintett kerületeivel közösen, de úgy érzem, hogy ez egy új lehetőség arra, hogy minél többen egészséges életmódot tudjanak élni a kerékpározás útján,
És így tényleg összeköttetésbe kerülünk a belvárosnak a vérkeringésével, és sokan akár munkába is el tudnak így jutni. Ugye az intézmények sem maradhatnak ki beszélgetésünkből, és hát a kuckóvodát kell, hogy megemlítsük, itt milyen munkálatok zajlanak. Igen, éppen a legaktuálisabb a kuckóvodának a felújítása, rendbetétele. Nagyon komoly munka folyik ebben az intézményben, hiszen járnak oda olyan nehézségekkel, vagy mozgásszervi, vagy pszichés nehézségekkel küzdő gyermekek is, akiknek a nevelése sokkal több odafigyelést kíván meg, mint hogyha egy átlagos gyermekről beszélnénk. Ezért azt érzem, hogy nagyon megérdemlik ők is, hogy méltó keretek között élhessék mindennapjaikat, foglalkozhassanak ezekkel a gyerekekkel. Alapvetően most befejezett a burkolatcsere az óvoda környékén. Itt olyan gumiburkolatot, gumikockákból álló burkolat került kialakításra, amely természetesen védi a gyermekeket mindenféle ütés, esés esetén. Ez szerintem nagyon fontos, hogy a 21. században már egy ilyen intézmény rendelkezzen ilyen felülettel is. A továbbiakban pedig szigetelés, körbeszigetelik majd az óvodát. Most már elkezdődött, gyakorlatilag az első negyede megvan, az első fal szigetelése megtörtént. Ez nagyon fontos, mert elég rossz állapotban volt a homlokzata az intézménynek, és a fűtési számlák is nagyon magasak voltak, hiszen nagyon ment ki a meleg az intézményből, szóval gyakorlatilag az udvart fűtöttük. Most ennek a fejlesztésnek köszönhetően sokkal szebb lesz a külem ennek az intézménynek, és sokkal gazdaságosabb is lesz a működtetése. Mindenképpen jó ezeket hallani, és akkor ugye beszéltünk már a kerékpáros közlekedésre, most térjünk át az autósokra. Két utat kell megemlítenünk, egyrészt a Pécéli utat, amelynek jelenleg is zajlik a felújítása, és a Zrínyi út, aminek majd el fog indulni a felújítása. Mit lehet ezekről tudni? Igen, azt mondom, hogy Rákóczi Csabának a két fontos főere, a Pécéli út, illetve a Zrínyi út, és ebben az évben megkezdődött a Pécéli útnak a felújítása. Ezt már nagyon sokan vártuk, hiszen mindenki tapasztalta, aki Rákóczi Csabán járt, és szeretett volna eljutni keleti irányba, hogy az autó majdnem szétesett alatta, de a járdák is borzasztó állapotban voltak, nehéz volt úgy elmenni, hogy az ember a bokáját ne fájdítsa meg, de most elkezdődött ennek a felújítása, és ugye párhuzamosan az útfelújítás mellett a járdákat is rendbe kell tenni, és most öröm a járdákon végig menni, hiszen már azok majdnem teljesen készen vannak az M0-ás szakaszáig, a közigazgatási határig, így biztonságban, akár babakocsival, gyerekekkel, biciklivel, és úgy érzem, hogy hóban is, esőben is most már az emberek tényleg el tudnak jutni biztonságba az otthonukig, vagy a buszmegállóig, illetve az aszfalt is már sok helyen rá is került a végső réteg is, buszmegállók is megújulnak ezzel párhuzamosan. Nagyon örülök ennek, hiszen tényleg a Rákóczi Csaba múltjához méltó lesz az egyik főútja, és az emberek minden napot biztonságban és esztétikailag is szép környezetben tehetik meg az útjukat. Jövőre várható az Zrínyi útnak is a felújítása. Nagyon sokan már megkerestek ezzel kapcsolatban, hogy mikor kezdődik ez el. Hál' Istennek ez az időpont is lassan elérkezik. Itt is ugyanúgy a járdák is rendbe lesznek téve. Várhatóan az Zrínyi úton közlekedők, ott lakó emberek is örömmel fogják majd venni, hogyha elkészül ez az útfelújítás is. Van még egy fontos utakat érintő felújítás, ugye nemrég született egy nagyon fontos döntés a parlamentben, hogy ez a földes utak leaszfaltozásával kapcsolatos döntés, amely ugye Rákóczi Csabát, illetve Rákóczi mentét és Rákóczi Csabát is érinti. Igen, a 19. évi költségvetés elfogadásakor 10 milliárd forint összeget irányoztak elő az aszfaltozás, a földes utak aszfaltozására a budapesti kerületek felé, ezt majd pályázat útján lehet ebből forrásokat igényelni. Igazából azok az önkormányzatok vannak most előnyben, akiknek már engedélyes terveik vannak az útépítésre, hiszen így lehet megkapni a pénzeket arra, hogy ezeket a földes, poros felületű utakat leaszfaltozzák. Igazából a kerületben, hogyha megnézzük, Rákóczi Csaba a legkitettebb ebből a szempontból, ezért szerintem számunkra a legnagyobb öröm, hogy a kormány segíti az önkormányzatokat, illetve a budapesti kerületeket, hiszen Rákóczi Csabán több mint 10 utca vagy 12 utca is még földes, poros. Bár a legtöbb utcában azért az önkormányzat már megtette azt, hogy
bitumen permetter, szilárd út burkolatot létrehozott, és a nyári por ezért nem száll, illetve nem kell sárban gyalogolniuk, illetve közlekedniük kocsival az embereknek, ez egy nagyon nagy előrelépés, de hát azért mindenki tudja, hogy a végső megoldás, a legjobb megoldás, amikor aszfalt kerül az utakra. És a további jó hír, hogy nem csak az utak lesznek leaszfaltozva, hanem a járdákat is meg kell csinálni ezzel együtt párhuzamosan, illetve a vízelvezetést is. Úgy érzem, hogy ha ezeket a pénzeket le fogjuk hívni, mégpedig le fogjuk hívni, akkor az a Rákoscsabai életminőségében nagyon nagy előrelépést fog okozni. Szóval én örömmel várom az éveket és a fejlesztéseket, mert akkor valóban Rákoscsaba, hogy korábban is fogalmaztam, méltóképpen lehet Rákoscsabán majd közlekedni a település résznek a múltjához. Ugye a járdága többször is szóba hozta, ezzel kapcsolatban is voltak komolyabb munkálatok, vagy lesznek pontosan, ezt hogyan kell elképzelni? Igen, minden évben az önkormányzat nagyon sok pénzt költ arra saját forrásból, hogy rendbe hozza a járdákat, vagy kialakítson olyan helyeken járdákat, ahol eddig nem voltak. Ebben az évben is Rákoscsabán, nálunk még nem kezdődött el, de a tél beálltáig meg fognak valósulni, több mint 300 méter járdát fogunk létrehozni vagy felújítani. Szerintem ez alapvető az emberek biztonságos és megbízható közlekedése szempontjából, hiszen mindenki tudja, hogy amikor rossz az idő, akkor térdig sárban járni az borzasztó, és úgy eltelteni egy egész napot vagy az óvodában, vagy az iskolában, vagy a munkahelyünkön. Remélem, hogy ez is szépen rendben meg fog valósulni. Egy dologról még talán nem beszéltünk, a gyalogátkelő helyek, hogy esetleg van olyan része, ahol még szorgalmazna a gyalogátkelő helyet? Igazából az én körzetemen belül nem nagyon jönnek megkeresések, mert az utóbbi évben több fontos helyen, ahol nem volt zebra, felfestésre kerültek, több helyen jelzőlámpa is kihelyezésre került. Én most azt mondom, hogy a főbb utakon, úgyis, hogy most ezek el is fognak készülni a megújításuk, az emberek biztonságban tudnak eljutni az egyik oldalról a másikra, és megfelelő távolságban vannak zebrák, illetve lámpás kereszteződések. Ha már itt említette a főbb utakat, akkor én mondanám a főbb tereket, vagy teret ugye, a Csaba vezér teret és ugye a Litera teret, amit ugye megújultak, de már nem is annyira megújultak, hiszen már ugye birtokba vették a lakosok. Most eltelt a nyár, hogyan funkcionált ez a tér ezen időszakban? Igen, hál' Istennek a Rákoscsaba 950. megszületésének 950. évfordulója alkalmából került felújításra a régi piactér, illetve a Csaba vezér tér. Nagyon nagy örömmel fogadtuk, természetesen ez is fővárosi közreműködéssel jöhetett létre, de nagy arányban vettünk mi a helyi önkormányzat is részt a finanszírozásában. A Litera téren egy közösségi teret hoztunk létre, ahol egy ilyen mini játszótér is létrejöhetett. Nekem öröm arra elsétálni mindig, hiszen ha jó idő van, akkor a gyerek kacagástól hangos ez a tér, és látom azt is, hogy az idős emberek is szeretnek kiülni oda és gyönyörködni a felújított térben. Főleg most, hogy eljött az ősz, olyan jól esik nézni csak azt, hogy egy kicsit fúj a szél, és a fákról hullanak le a levelek, és úgy érzem, hogy más is megtalálja ebbe az örömét, a kikapcsolódását, a boldogságát. És természetesen a Csaba vezértér is, mivel egy kiemelt fővárosi terület lett a felújítást követően, sokkal gyakrabban végzik el rajta a park rendbetételét. Most is ugye október 6-ai ünnepség lesz a szombati napon, és most is teljesen szép állapotban van, az ünnephez méltó állapotban van ez a park. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a terveink megvalósultak, és örülök neki, hogy ezeket fent is tudjuk tartani, hiszen ahogy fogalmazott ön is, az emberek birtokba vették ezeket a tereket. Az utolsó kérdésen pedig a kerületrész közbiztonságára vonatkozik, mennyire elégedett ezzel? Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy az egész kerület a közbiztonság szempontjából szerintem kiemelkedően jó helyzetben van. Minden évben, de minden egyes testületi ülésen kapitányasszony beszámol arról, hogy milyen állapotok uralkodnak Rákos mentén. Természetesen egy pejoratívan szokták érteni az állapotok uralkodnak szó kapcsolatot, de nálunk hál' Istennek jó állapotok
uralkodnak kerületbe, főleg Rákos Csabán nagyon ritka az olyan, amikor tudomást szerzek arról, hogy milyen bűncselekmények történnek a kerület részben. Ezeket mindenképpen jó hallani, és ezzel zárjuk beszélgetésünket. Én további sikeres munkát kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önnek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!